Nekem mindig is nagy vágyam volt az, hogy itt Lengyelországban játszok Chopint, mivel eddig csak Liszt művekkel volt alkalmam ebben az országban játszani, Katowice-ben, de óriási öröm számomra, hogy itt Chopin műveket játszhatok, mivel Chopin az a zeneszerző, aki gyerekkorom óta végig kísér engem, és úgy érzem, hogy ő az, aki igazán megihletett arra, hogy ezzel foglalkozzam, amivel most foglalkozom. Mivel most még csak az elődöntőben veszek részt, így nem tudhatom még pontosan, hogy ez mit hozhat, de nagyon professzionális a szervezés, úgy gondolom eddig. És most például a színpadon játszottam, egy nagyon nagy ihlet fogott meg. Lehet, hogy ez Varsó miatt van, vagy a lengyel miatt, hogy ez Lengyelországban vagyok, és itt játszhatok Chopint. Engem mindig nagyon megfog az a gondolat, hogy Chopin azt kérte, az utolsó kívánsága ugye az volt, hogy a szívét ide hozzák vissza, és engem mindig elfog a sírás, mikor erre gondolok. Ez egy óriási dolog számomra. Szóval teljesen önkívüli állapotban voltam itt a színpadon. Én most a színpadon éreztem, lehet, hogy szerintelenség ilyet mondani, de én tényleg én személy szerint én nagyon éreztem a színpadon ezt a közelséget. Nyolc évesen kezdtem el zongorázni, igazából ez teljesen véletlenül. Az óvodában ugye volt egy zongora, és én nagyon szerény kislány voltam, és sosem mertem oda ülni a zongorához, mivel az óvónők nem engedték, ugye, és mikor általános iskolában megkérdezték, hogy ki szeretne zongorázni, én rögtön zongorázni szerettem volna, és jelentkeztem, de úgy gondolom, hogy leginkább esztétikailag vonzott a zongora, a billentyűk szépsége elsősorban, és az első zongora után már rögtön improvizáltam, saját szerzeményeim voltak, annyira megfogott ez a zene, és azóta ez változatlan, ez a nagy szerelem a zongorával. Azt tudom mondani, amit színpadon érzek, én, mintha látnám ugye a zeneszerzőnek a lelkét, olyan érzésem van, folyton képeket látok, olyan érzések fognak fel, amit nem lehet megmagyarázni szavakkal. Tudom, hogy kell, azt én nem mondhatnám meg. Van egy érdekes dolog, Chopin és köztem. 11 éves lehettem, az egyik Chopin verseny előtt álmom volt Chopinnel. És ez nagyon ritka dolog, és még a hideg futkos most is, amikor mondom, ezt játszott nekem Chopin álmomban, és óriási meglepetés volt, amikor láttam róla képeket, és ugyanígy hátradőlt a széken, úgy játszott Chopin. Nem is tudom, már így improvizálhatott, arra nem emlékszem pontosan, mit játszott, de óriási dolog, nagyon megikletett, amit játszott. Én mindig érzek Chopin zenében egyfajta eleganciát, és ez az, ami leginkább megfogott engem gyerekkorom óta, hogy bármilyen művét játszom, legyen mazurka, polonéz, bármi, mindig van benne egy tartás, egy elegancia, ez engem nagyon megfogott mindig is. Nagyon hasznos dolognak találom a versenyt abból a szempontból, hogy rengeteget fejlődik vele az ember azzal, hogy készül rá, gyakorol rá. Én rengeteg versenyen játszottam eddig, és nekem mindegyik nagyon hasznos volt abból a szempontból, hogy sokat fejlődtem, és ugye tapasztaltam, és világot láttam. Ez nagyon fontos egy művésznek szerintem, hogy világot is lásson. Ihlet lenne az egyik szó, vagy inspiráció. Nagyon nehéz, mert a zene annyira színes, annyira minden ott van a Chopin zenéjében, hogy nagyon nehéz három szót kivenni.